Szereti a vígjátékot? Szeretem a jó vígjátékot. Mások humorát tudja élvezni? Nagyon. Mit tegyen a riporter, hogy megnevettesse magát? Semmit. Hagyja abba az interjú készítését? Igen. Annak örülne a legjobban? Nagyon. Utána rögtön szomorú lesz? De te nem vagyok szomorú. De nagyon nehezen nevet. Az más, az más. Maga nevetés helyett rajzol? Nem. Én beszéd helyett rajzolok. Így jobban tudom kifejezni magam, gondolom. Ha idősebb nézőink felismerték a riporter hangjában a kérdező Bodor Pált, nem tévedtek. Az Unipán Helgával 1974-ben készült interjúból láthattunk egy részletet a 40 évvel ezelőtt, 1969-ben indult bukaresti magyar adás hiányosan fennmaradt archívumából. Bodor Pál 1930-ban született Budapesten, majd a temesvári középiskola után filozófia szakot végzett 1952-ben Kolozsváron. Több romániai magyar lapnál, majd könyvkiadónál dolgozott, míg 1970-ben a Nemzetiségi TV és Rádió műsorok főszerkesztőségét bízták rá Bukarestben. Közel 10 évig, 1979-ig vezette a szerkesztőséget, majd áttelepedett Magyarországra. A 80 éves Bodor Pállal az ő idejében is a magyar adásnál dolgozó későbbi főszerkesztő Boros Zoltán és egy mostani szerkesztő B. Nagy Veronika beszélget, felelevenítve elsősorban azokat az éveket, amikor Bodor Pál Bukarestben a Román Televízió 9. emeletén működő magyar szerkesztőség élén állott. A televízió magyar adása szeretne egy kissé az utókor számára is dolgozni. Ennyi év után hogyan élnek benned azok a 70-es évek, amikor a Román Televízió magyar adásának a főszerkesztőségével foglalkoztál? Milyen szakasza volt ez az életednek? Az illúziók csodálatos szakasza. Azt reméltem, hogy valamit tehetünk. Elég keveset tehettünk ahhoz képest, hogy mennyit melózott a társaság. Maradandó inkább bennünk, nem a szerkesztőkben, úgy az egész társaságunkban mutatható ki. Emlékszem, hogy senki se értette, hogy mint egy eszelős verekszem azért az értelmetlen célért, hogy az egyes programba kerüljön a TV Magyar műsora, amikor átkerült hétfő délutánra 3 órát. Én tudtam, hogy miért, de nem akartam kifecsegni, meg nem volt a nagy titok. A moldvai csángók csak azt láthatták, hallhatták, ami az egyes programba ment, mert csak az volt országos. És volt egy csomó ilyen furcsa suskus, aminek megvolt a maga jelentősége akkoriban. Hál' Istennek nem mindenki értette se, hál' Istennek nem mindenki tudta, hogy miről van szó, de ennek volt jelentősége, legalábbis belül, magunkban. És ilyenkor az nagyon fontos, hogy azt higgyük, hogy van értelme annak, amit cselekszünk. Én azt hiszem, hogy ez az illúzió többet ért az életem legalább felénél. Azt hazudhattuk magunknak, hogy van értelme az életünknek. Nem volt sok értelme. Azt mesélik, hogy a 70-es években olyan dolgokat engedett meg magának a magyar adás, amit már az írott sajtó, vagy a Román Televízió akár nem. Ha mondanál ilyesmire példát. Földrengés. A hét közepén van a földrengés, jön az utasítás, hogy drámaian, hogy az emberek segítsenek, adakozzanak. Hétfőn magyar adás, 48 órával előtte jön a kontra utasítás, hogy semmi pánik, nem kell túl dramatizálni. De hát én tudtam, hogy ami hosszabb, ugye egyhetes munkaperiódusunk, lehetetlené teszi, hogy én most újra rendeljem, 2 nap múlva adás van. Tehát nem lehet megváltoztatni,
Ha emlékeztek rá, Dumitru Marinescu egy ilyen citromképű, nagyon okos fickó volt a sajtóosztály főnöke. Ez megbízottja volt Romániának azelőtt. És magához rendeli Illés Józsefet, a sajtóosztály magyar referensét, aki tehát ismerte az újabb utasítást, és fogva-szogva tolmácsolta az adást. Tudta, hogy végünk. Marinescu beharapta az ajkát, egyre savanyúbban nézte, befejeződött a műsor, felvette a, hát csak a romániai néző, hallgató fogja megérteni, felvette a Pescurt, a telefonkagylót, és felhívta az elnököt. És Illés barátunk fogva-szogva ült a székében. Azt mondott, láttátok a magyar műsort? Nem látták. Nézzétek csak meg. Azt hiszem, nekik van igazuk. Többenetes út, kérlek szépen. Utak ilyen fantasztikus poének az életünkben, amelyek meg is védtek minket, valljuk be. Ennyi maradt a Brezolyán utca 7 szám alatti 10 emeletes régi tömbházból. Az egykori hírhet Nestorféle cukrászda fölötti épület 2 szomszédos bérpalotájával együtt romokban hever. Mi védett meg? Azt kérlek szépen, hogy ez a film úgy volt megrázó, úgy volt talán egy kicsit könyvfakasztó, hogy ugyanakkor nem pánikot alakított ki, hanem az emberséget, hanem az összetartást, hanem egy kicsit a jóságot próbálta előhívni. Tehát nem lehetett azt mondani, hogy rémhíreket terjesztünk. Tehát nem élveztük azt, hogy most milyen baj van. Mivel lehetett így, ahogy ezt mondtad, ezt a példát, mivel lehetett még tiszteletet kivívni, hogy a szervek mégsem merjenek bizonyos esetben eltipróan viselkedni? A román kollégáink miért tisztelték ezt a szerkesztőséget? Miért jöttek egyre másra román operatőrök, rendezők, stb. Szívesen dolgozni hozzánk? Lehet, hogy én ezt most már megszépítem, ugye eltelt annyi idő, de így tudom, így hiszem, így mondom el. Egy adott pillanatban összehívnak egy 5-tagú válogatóbizottságot, Vorniku, mit tudom én, most nem kínlódom a felsorolással, nagyon vonzó jelszóval tisztogatni a televízió állományát. Dumitru Popescu ugyanis azt mondta el, hogy itt most annyi a link, dilettáns, műveletlen, beszélni nem tudó, ezeket ki kell rúgni. Hát a tehetségtelenek menjenek a francba. Hát nem volt olyan értelmes szerkesztő, aki ennek le lett volna híve. Igen ám, de a harmadik napon rádöbbentem, hogy nem erről van szó, ez az ürügy. És úgy jöttem rá, hogy az ifjúsági szerkesztő, román szerkesztőségnek volt egy fiatal szerkesztőnője, nagyon bátor csaj, és őt mindenáron ki akarták írni, mert hogy az apja vasgárdista volt. Hát egyrészt mi köze egy tehetséges, értelmes lánynak ahhoz, hogy 40 évvel azelőtt a papája vasgárdista volt, másrészt nem voltam rest, elmentem az ambaszádorba, ahol a papa dolgozott, és alaposan utána néztem az ő vasgárdistaságának. És kiderült, ez egy marhaság. És nem voltam hajlandó aláírni a kizárását. Nem volt semmi közöm a hölgyhöz, félreértés ne legyen. És nem írtam, a Ceausescu-nak ment a lista, egyenesen Ceausescu-nak. Visszajött Marinescu, azt mondja, hát itt hiányzik egy aláírás. Mondom, pardon, én ezt nem írom alá. Nem értek egyet vele. Ebből botrány lett, végül aláírtam, cu amendamente. Tehát beírtam, hogy Bodor Pál
fenntartásukkal. És ebből lett egy nagy ricsaj, nagy veszekedés. Igen ám, de a televízióban ezt a román kollégák megtudták, hogy van egy őrült a magyar szerkesztőségtől, aki megtagadta Ceausescu-nak a jegyzőkönyv aláírását. Én ezt nem azért csináltam, hogy szeressenek minket a román kollégák, hanem mert fölháborított a hazugság. Tehát jöttek a nagy demagógiával, hogy a tehetségteleneket kell kirúgni, és holott egész másról volt szó. Tehát sok ilyen história volt, de az igazi ok, amelyet válaszképpen köteles vagyok felhozni, elmondani, hogy az adásban voltak olyan értékek, olyan kísérletek és sikeres kísérletek, amelyek letagadhatatlanok voltak. Külön nagy gondom volt persze, amiről nem fogok beszélni most se, máskor se, hogy azért a szerkesztőségben nem mindenki gondolkodott így, hogy a szerkesztőségben csak az én tudtommal volt valóban 5 besugó, ezek a becsületes besugók voltak, mert ezek elmondták. Neked? Nekem. Tehát eljöttek sétálni a Herestreóba, és elmondták, hogy nézd, ez és ez történt. És volt, aki nem mondta el. És volt természetesen, aki nem mondta el, ez világos. Hát ez... De volt, akinél éreztem, hogy meg van félemlítve, megzsarolták, vigyázzak rá, ne küldjem olyan helyzetbe, stb. Stb. Én emlékszem egy olyasmire, hogy te a folyosón például mondtál ilyet nekem. Egyrészt az akkori gépírónőnkről, hogy vigyázzatok, mert Angélának az a kötelessége, szegény, hogy találkozzon hetente valakivel az élelmiszerüzlet előtt, és beszámoljon, és hogy nagyon félti az állását, mert 3 gyereke van, és vigyázzatok, mit beszéltek előtte, de hozzátetted azt is, hogy vigyázzatok, hogy mit beszéltek én előttem, és egy ilyen kis titokzatos mosoly volt a szemeden, mert nekem is kell rólatok beszámolnom. Mire vonatkozott ez a mondatod? Bevallom őszintén, hogy erre én nem emlékszem egyáltalán. Nem, mint hogyha most odaállnék letagadni bármi hasonlót. Nem neked. Akármilyen főszerkesztőnek Romániában. Akkor nem volt ilyen hivatali kötelezettsége, hogy közvetítsen nekem valamilyen információt? Nem, de ez nem az én érdemem. Én sokat töprengtem azon, hogy miért van valamilyen fajta kiméletszerűség. Jó, remek lehallgató berendezés, most ez a könyv is megírja, hogy milyen volt az Anna Ipatescu beli Eszpla szobám lehallgatója, milyen volt itt a lehallgató. Azt hiszem, hogy nem az én érdemem, hanem a Gere érdeme. Nem az ő érdeme, a léte. Tehát az, hogy a sógora, a központi bizottság titkára volt, az közvetetten megvédett engem egy csomó mindentől, azt hiszem. Hogyan működött az adás átvétele? Milyen procedurán ment át a kész anyag, aközött, hogy kész lett, te megnézted, és még utána mi történt az adásba kerülésig? Nagyon egyszerű, mert én a vágóban néztem meg, ha teljesen kész volt, akkor odahívtam a szenzort is, és vele együtt néztem meg. Tehát az észrevételeit meg is vitathattam, és meg is győzhettem, hogy azért ez még mehet. Stúdióban, híradónézés, ott vagyunk 8-an. Azt mondja a szenzor, hogy hát ezt a mondatot azért Bodor elvtárs, az Edgár bácsi szövegéből, ezt azért. Jó. Ki a tekercset, vágóba kivágjuk, visszatesszük. 8 perc múlva ne haragudjék ezt a mondatot is.
idegesen kivesszük, vágjuk, visszatesszük, adjuk, elindul újra. Azt mondja, menjünk ki és gyújtsunk rá egy cigarettára, már annyi ideje vagyunk itt. Kimegyünk a folyosóra. Szabodor Eftárs. Edgar nem jelenhet meg a televízióban. Ennyi. Én ezt nem mondhattam meg magának, tehát állandóan valami ürügyet kerestem, de hát így nem jutunk a végére. Korunknak volt egy találkozója Nagyváradon, amelynek a főszónoka Balogh Edgár volt, nem jelenhet meg a tévében. Házkutatást abba hagyni. És? Kukelniusz úr megengedi, hogy az asztalához üljek. Mert ugyebár nem a valóságot igazítjuk a papírhoz, hanem a papír a valósághoz. Tessék, pecsét is van rajta. Kinek a nevére szóljon? Lucellius! Lucellius! Hát én a Porzsúr házában, akit remélem, hogy már nyakon csíptek, Rue Bernardin, kelt, mint fent. Kaplár! Igen? Ezzel a házkutatási parancsal kimegy, vagy visszajön jogszabályosan. Az urakkal látja, nem lehet tréfelni. A pápa rokonai. Te parancsoltad meg, uram, a szólást, és ítélted örök kárhozatra a hallgatást. Gyertyát nem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék is, fényét vethesse mindazokra, akik a házban vannak. Gondolkodó emberek, ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épített város. Te parancsoltad meg, uram, hogy amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok, amit pedig a fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. Jól tudom, mindezért pedig halálra adja testvér testvérét, atya gyermekét, és támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket. Azért ne féljetek tőlük, mert nincs oly dolog, amely ki ne tudódnék, és oly titok, amely napfényre ne jőne. Te voltál ennek az adásnak a főnöke. Főnökként hogy lehetett menedzselni ezt az adást? Hogy lehetett? Volt-e valami olyan koncepciód, amit próbáltál kihajtani a társaságból? Amit megpróbáltál megértetni velük, hogy ezt szeretnéd? Mi az, ami igazolódott, hogy te szeretted volna, és valóban időtállónak minősült? Mi az, amit szerettél volna, és esetleg nem minősült annak? Nekem az volt a rögeszmém, hogy a televízió magyar műsora olyan műfajokban excelláljon, amelyek a román műsorban még jóformán nincsenek jelen, amelyek letagadhatatlan töbletet nyújtanak a nézőnek, lásd tévéjátékok például, lásd, most nem sorolom el ezeket a tévéjátékokat, lásd, tapsoljunk. Kolozsvárt és egyebeket. Igen. Lásd, most nem sorolom, szóval volt néhány ilyen műsor. Lásd azokat a vetélkedő típusú műsorokat, amelyek közönségvonzók lehettek, meggondolkodtatók lehettek. Az írótársaid hogy tekintettek rád, amikor te ezt elvállaltad?
Egy olyan műfajt, ami tőlük is távol állt, de amit merészen elvállaltál, és ami sokkal látványosabb eredményeket hozott. Kérlek szépen, sajnos személyes feszültségeket is nagyon is kiváltott ez. Például az a puszta tény, és ez az én trehánságom, az én felületességem, az én nem odagondolásom következménye, ha én azt teszem, hogy minden adásban van egy 8 perces beszélgetésem egy íróval, vagy egy újságíróval, vagy egy szerkesztővel, akkor ennek a méregfogát kihúzhattam volna. Nem járta meg az eszemet. Rengetegen szittak, mocskoltak, de hát Istenem, most már nem tudok visszatérni ehhez. Volt legalább 20 íróval interjú, de hát nem volt 80-nal. A szülőföld, az a sugallat, az a parancs, az a késztető erő, amely egy vállalkozásnak a legbensőbb értelmét adja. Mi az, amit másképp látsz, mint akkor láttál, Pali? Nézd, ha a legveszedelmesebb választ választom, akkor azt kell mondanom, hogy teljesen hiú igyekezet volt egy kis szigeten megpróbálni bebizonyítani az egésznek az ellenkezőjét. Tehát mi úgy csináltuk ezt a magyar adást, mintha a világon a legtermészetesebb lenne, hogy van ilyen adás. Egyáltalán nem volt természetes. Beszélj egy kicsit arról, hogy milyen tömegű levél érkezett a szerkesztőségbe. Miért te voltál a szakállas főszerkesztő, aki a képernyőn megjelenhetett a Ceausescu időben, és válaszolt a levelekre, és mennyi idődbe, energiádba került, hogy ezekre a levelekre valamilyen fajta választ próbálj és megoldást adni? Nagyon egyszerű a válasz, és nagyon rövid lehet a válasz, ugyanis nem volt ez olyan nehéz buli. Mondjuk Maros Bogátról bejött az a hírhet levél, hogy nem engedik az 5. magyar osztályt megindítani. Én ismertettem ezt a levelet, és közöltem, hogy utána nézünk. Elmentem Lőrinc Lacihoz, aki akkor miniszterhelyettes volt a közoktatásnál. Szavát adta, hogy utána néz. Sőt, pozitív választ kaptam, megoldották. Következő hétfőn örömmel közöltem, hogy rendeződött, és egyúttal válaszoltam a József falvai hasonló levélre, és a Maros Bogátira utalva azt mondtam, hogy remélhetőleg ugyanazt az utat fogja bejárni. Tehát az egyetlen nagy bűnöm az, hogy kihasználtam a hatalomnak azt az igyekezetét, hogy belemegy egy kirakati teljesítménybe, és ezt igyekeztem a romániai magyarság érdekében maximálisan kihasználni. Ennyi volt az egész stratégiám, semmi más. Hogy érzed az utóbbi 1-2 évtized magyarországi baloldali újságíró tevékenységet befolyásolta-e viszonyodat az erdélyi közösség tagjaival, azokkal, akik téged valamikor a Magyar Adás főszerkesztőjéként ismertek meg és szerettek? A magyar baloldalnak a fő bűne, hogy számára semmit nem mondasz, hogy nemzet és nemzeti érzés. Ezért, amikor én a magyar nemzetben, a régiben elkezdtem a rovatomat írni, és megjelent néhány ezer írás, ezt tartottam az egyik legfontosabb feladatomnak. Tehát egyrészt az erdélyi magyarság, és általában a határon túli magyarság helyzetét, állapotát, problémáit, gondjait, másrészt ráébreszteni a baloldalt, hogy ez egy marhaság. Szóval ilyen nincs.
Tehát volt egy ilyen szerepe, tehát az, hogy én onnan jöttem, és nem lehettem nem érzékeny ezekre a dolgokra, és felháborított ez a közöny és ez az értetlenség, mint ahogy nem véletlen, hogy a rádió karácsonyi, nem karácsonyi, a rádió vasárnapi újság című rovatának a kezdetén, amíg nem vadult be és nem lett eszelős, rengeteget jelentkeztem és rengeteget írtam. Kétségtelen szerepet játszott ebben, illetve a lehalkításában ennek, hogy félzsidó vagyok, amit én szerencsésen szinte elfelejtettem, de itt gondoskodtak róla, hogy eszembe jusson. Tehát nem akartam azt a nevetséges szerepet, hogy itt van egy félzsidó, aki magyarkodik. Tehát ezért kellett nekem egy kicsit visszafognom magam, hogy ne váljak nevetséges, és ne kompromitáljam a témámat. Ez életem nagy fájdalma. És erről fog szólni, ha még sikerül megírnom a regényemet, amelynek munkacíme az, hogy Félvér. Ha most valaki fölkérne Bukarestben ugyanannak az épületnek a 9. emeletén, menj be ugyanabba a szobába, és nem főszerkesztőként, de egy vezető szerkesztőként legyen neked egy műsorod. Vajon mi lenne az, amit mégis megpróbálnál megcsinálni? Vagy megcsináltatni kollégákkal? A Székely Dezsi kis református templom újra megteremtéséről egy szép kis dokumentumfilmet készítenék. Tudod, hogy miért, ugye? Igen, de mondd el. Röviden annyi, hogy ugye egy alapítványnak vagyok az elnöke, és ez az alapítvány megtámogatta a rommá lett Székely Dezsi református kistemplomnak a felújítását, restaurálását. Ugye Székely Dezs eredetileg egy 100 falu volt, közönségének óriási többsége unitárius, a reformátusok beolvadtak, és ezért ment tönkre, halt meg ez a templom, és összeállt egy kezdeményezés, egy nagy európai alapítvány, amely a problémás fiatalokat gyűjti maga köré, nem a szokásos, nem a nyomorgó, nem a cigány, hanem a problémás életkörülményekkel küszködő gyerekeket, és azok jönnek önként ilyen nemes dolgokban részt venni, építeni, stb. És Böjte József és Jancsó Miklós az alapítói ennek az alapítványunknak, és elvittek engem is erre Kányádival, hiszen Székely Dezs Kányádtól egy ugrásnyira van, és Székely Dezsen Kányádinak is van háza. És hát nekem nagy élmény volt, és tudtam, hogy Kányádon egyébként 3 nemzedék Bodor Pál volt a református lelkész. Tehát még ez is úgy vonzott, és akkor bemegyek, végre megcsináljuk a kis templomot, bemegyek a kis templomba, és a falhoz megyek, és ott van egy kőtábla utánzat, Lécfalvi Bodor Pál, kányádi református lelkész, aki rendszeresen átjárt Székely Dezsre ebben a templomban prédikálni, istentiszteletet tartani. Beszámol 1787-ben, most hasból mondom a dátumot, hogy hogyan kezdte el ennek a templomnak az elindítását. És kérlek szépen, akkor úgy megfogott valami, hogy hát mit mondhatják, hogy én félzsidó vagyok? Hát persze, hogy az is igaz, de hát itt vannak olyan dolgok belém gyúrva, hogy nem tudok mit csinálni, nem tudom nem megélni ezt. Vigyázok arra, hogy ne túlozzam el, hogy ne legyen ízléstelen, de hát, mondtam neked, Zolinak mondtam, hogy ugye az Abravanelek utóda vagyok, ez egy spanyol zsidó nemesi család, és 4. Alfonz portugál királynak volt a tanácsosa az egyik Abravanel, akit aztán az inkvizíció elkergetett,
Krétán telepedett le, aztán Velencében, aztán Milánóban filozófus volt és történész, és a fia, kérlek szépen, a fia 1501-ben közölte a nagyművét Milánóban. Az a címe, hogy Dialogi di Amore. Ez a főműve. Hát én nem tagadom meg ezek után a zsidóseimet se, ez összehozható ez a kettő. Tehát ez egy nagyon reális erdélyi sorsa tied, akár mondhatjuk Kárpát-medenceinek, de ha kérnél tőlünk valamit mostani 9. emeleti szerkesztőktől, javasolnál valamit, hogy mit csináljunk mi? Bemennénk a régi Bodor irodájába, s véletlenül ott találnánk Bodor Palit, kinyitnánk az ajtót, és megkérdeznénk, na Pali, most mit csináljunk? Kérek egy kis gondolkodási időt. Jaj.